Köszöntöm Önöket itt az Új Magyar Hang, Puzsér Róberttel a címlapon, és hát ugye nem olvastam még, de véletlenül egy hosszabb beszélgetéssel. Mi, akik itt egymással fogunk beszélgetni, illetve hát közvetve Önökkel, Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok. Rejkert János. Hogy Isten. Dévényi István. Üdvözletem. És jó magam. Tehát, drága szakkollégák, egy merénylettel kezdeném, mert hogy nincsen megadva a témának az, amit én most fölvetek. Mindig aggodalommal tölt el, mikor valamelyik közéleti szereplő politikai ügyekben megnyilatkozik. Akit most fölhozok, ő már sokszor megnyilatkozott, de most úgy érzem, hogy átlépett egy olyan határt, ami már a gyűlölet határa, és nem a véleménynyilvánítás. Én nem tudom, Szörényi Leventén az interjúját olvastátok az egyik internetes oldalon. A következő, egy hosszabb beszélgetésben a következő fogalmakat használja, világbolsevizmus, amely természetesen nyugatról jön, akkor nagyon fél attól, hogy Orbán Viktort elüti egy autó, és ami engem legjobban vele kapcsolatban, én előre bocsátom, én nagyon kedveltem az embert egész élete folyamán, és ami meg a legjobban megütötte a fülemet, tehát gyurcsányi magasságokra süllyedt, azt tanácsolja azoknak, akik egyébként, kedves Levent, elmondanám, hogy számszerűen többen vannak, mint akik nem. Tehát akik nem értenek most egyet a mostani Fidesz által folyt passzászézzel, azt tanácsolja nekik, hogy hát akkor hagyják el az országot, tehát el lehet menni innen, idézi Gyurcsány Ferencet. Rosszul. Rosszul, igen, mert nem tudom, hogy ma. De lehet, hogy jól idézte, csak én mondtam rosszul. Mindegy, ja, igen. Jó, igen, oké. Igen. Jó. Szóval... Rád fogunk mindent, Sanyi. Rá mindent lehet. Igen, szeretjük, tiszteljük Gyurcsány Ferencet, ugye, mint azt már sokszor kifejtettük, de tényleg nem úgy mondta, hogy... Hát így mondta, csak ott még nem volt vége a mondatnak. Hát egyrészt meg az adófizetés ügyében és igen, a vállalkozásokkal igen, kapcsolatban mondta, nem pedig azt mondta volna, hogy drága magyar fajtestvéretek, húzzatok innen a retekbe. Szörényi ellenben ezt mondta. Ellenben viszont ő ezt mondta. De mondjuk az a Gyurcsány az volt, hogy utána neki támadtak a... Most a Dévényi Védi, nem, most már DK-s leszek, nem, az mi nem voltam. Hogy utána azok támadtak nekik, akik egyébként szlovák rendszámos terepjáróval. Na hát ez a legszebb. Jöttek, mentek a közélet tégbótján. Képzavar, na mindegy, ez történelem. Nekem a legkedvesebb Szörényi számom, vagy dalom, az úgy szól, az a zöld lemezére, hogy eljön majd a nap, hogy vígan élhetünk, lesz jó kenyerünk, és nőtől elhetünk. Eljön majd nap, hogy lesz jó fegyverünk, és ellenségeink szemébe nézhetünk. Egészen csodálatos, de nem értem, hogy Szörényi Leventének miért kell ilyenné válnia. Ez nem művészet, ez felfoghatatlan, szomorú változás. De Janó, egyrészt azért gondolom ebben, hogy mit, ha nem lesz köztünk a zenei életművük, az a csoda. Hát, mit tudom, most eszembe jutott a... Én ezt nem hallottam, tehát most hallgatom megdöbbenve. Ám, de mégsem vagyok olyan nagyon megdöbbenve, mert bármilyen paradox. A köztársaság legújabb elnöke valami hasonlót mondott különben. Amikor is azt mondta, ugye, hogy ilyen végveszélyben, súlyosabb végveszélyben van a nemzet, mint Trianon után, és ez az egész félelemkeltés, ez hat a szektán belül. Szektának hívom a NER-t. Terjed, mint a ragály, mint a Pest is, hogy Camus-t idézzem, én is nagy képviselődök egy sort, ami nincs, nem idegen tőlem. Ez egy eszköz különben, bár valószínűleg nagyon sokan el is hiszik. És mondjuk egy Szörényi Leventétől többet vártam. Intelligenciában, empátiában, hát végképp nem, hogy akinek nem tetszik, menjen le, az a helyzet, hogy el is mennek.
De ezt nézzük már pontosan. Ez is mennek. Mert a másik kettő megmondja, ez a mindenki húzzon a vérbe. Az, próbálom meg, nem, most már ne tartsunk itt, hogy mindenki húzzon a vérbe, nem ezt mondta. Összefogad, a vezetői összefoglalat. Ó, hát figyelj, de nem ezt mondta, hogy mindenki húzzon a vérbe. Aki nem ért egyet, azt mondta, hogy aki ezzel a kurzussal nem ért egyet. De az egyébként... De mindjárt megkeresem. Ti csak addig mondjátok. Én azt figyelem meg így magam körül a Fideszre szavazó ismeri értelmiség, és nem hülyék, tehát nem bolond emberek, hogy nem is tudom ezt, hogy lehetne ezt a folyamatot nevezni, vagy minek lehetne nevezni, de hogy így ilyen kicsit ilyen nem elbutulnak, közéletileg elbutulnak. Tehát, hogy annyira egyszerűek az üzenetek, amik itt bombáznak minket folyamatosan, hogy valahogy ők is átveszik ezeket, és egyszerre egyszerűsödik a gondolkodásuk, talán ez a legjobb, egyszerre egyszerűsödik a politikai közéleti gondolkodásuk, a világlátásuk, és közben radikalizálódnak. Hát és ugyanez, mint a Szörényi. Hogy régen még úgy elvitatkozgattunk meg a részletek, most már nincs, most már ilyen dörgedelmes kijelentések vannak, mint hogy Orbán azért aggódik, hogy nehogy Orbán Viktorral történjen valami, mert ugye a globális, ez a globális nagy erő, ez a most világbolsevizmus. Annyira meg van itt akadva Magyarország tekintetében, mert ettől nem tudja lenyomni az egész világot, ugye, hogy bármire képes. Ugye ez volt körülbelül a mondani valója ott Szörényinek. És ahogy mondja Sanyi is, hogy igen, félelembe kell tartani állandóan ez a hideg polgárháborús, meg egyébként ilyen hidegháborús, minket mindig be akarnak szüntetni, semmisíteni, elnyomni. És az a döbbenetem, hogy most már nem is tudom, hanyadik kétharmad, már most a nehéz számon tartani, hogy még mindent, tehát hogy ez tök jól működik. Tehát, hogy mi kéne ahhoz, hogy így megnyugodjan, nyilván nem fognak, mert az a nyugodt állapotban nem tudnának rosszul kormányozni. De hogy a választóknak is egy nem esne jól, hogy egy kicsit úgy normálisan és egyszerű hétköznapok, és hogy nem ez mindig ez a de mindjárt holnap vége van. Egyrészt a világnak, másrészt Magyarországnak is, a sorrend persze fordít, majd Magyarországnak is, aztán a világnak, és közben meg az van, hogy most voltam otthon sátorolja új helyen, a hídról írok egy riportot, ami egy remek. A gyönyörű hídról. Öcsém, de a történet maga is. Vagy mi volt, lássa? Hát az apróság ahhoz képest, ami van. De most nem mondom el, mert majd megírom jól, alig várom. Nagyon ritka az olyan, amikor már várod, hogy megírhasd, annyira eszemelt a történet. Csak annyit ott mondják, hogy szerintem... De csak hogy mindjárt befejezem. Hogy ugye van ez a félelemben tartás, a rettegtetés is. Közben meg hazamegyek, és kiderül, hogy mondjuk tudtam eddig is, csak így amikor szembesülsz vele, hogy az ottani polgármester egy ilyen ne raköbön szintű valamit hozott össze a városba, és mindenki úgy be van szarva, hogy amiről szoktunk beszélni, hogy az emberek így magukra húzzák proaktív üzemmódba a hatalmat, hát az szoroz meg százzal. Tehát ilyenek, hogy leülök az egyik valakivel beszélgetni, mert egész jó idő volt, hogy leülünk ott az egyik kávéháznak, ami még nyitva van, mert egyébként pusztul a szerencsétlen város, tényleg az ember szíve bele szakad, hogyha hazamegy, beszélgetni, azt mondja, hogy mondom, bemeltünk, hogyha fázol, nem, mert a polgármesternek az embere a... Ezért, és akkor súgni fog neki. Hogy te veled beszélgetek? Jó, oké. Akkor üljünk le kint, leülünk kint, jön egy, tudom én, ilyen 30-as, ezért elegáns srác, leül mellénk, kér egy kávét. Ezt tudja, hogy kér. Mondtam így, csak. Így, most beszéljünk más, ezt tudja, hogy kér. Senki nem nyilatkozik névvel. Uh-huh. Senki. Mert neki itt van olyan emberek nem nyilatkoztak névvel, akiről, ha így mondanám, hogy ő ki, akkor mindenki azt mondaná, hogy milyen státuszban van, hogy hülye vagy, miért nem, hát ő aztán nem. Hívta a polgármestert, hogy 50-szer körülbelül. Régen beszéltünk, mert ugye az MDF-ből cserkész vonalon benyomultak a mi kis Fidesz alapszervezetünkbe, aztán ki is csináltak mindenkit. És hát nekünk régi jó viszonyunk van, én voltam az egyetlen annak idején, aki nem szavazott arra, hogy beengedjük az MDF-eseket. De azért beszéltünk régen, most fel se veszi, az végén volt egy kis interakció, mert legalább kinyomott. Ja. Utána hívom az alpolgármestert, mert neki nem volt meg az én telefonszám, úgyhogy gyanútlanul fölvette. Teljesen. Hallottam a hangján, hogy lesápadt, hogy most bazd meg, egy szóba kell állni egy újságíróval. Borzalom tényleg. És ugye emlegettük Dokmen, de ne hozzuk fel csak, hogy ő szokta mondani, hogy micsoda vidéken is pezseg az élet meg az embereknek. Hát nem basszus, akkora elcseszett, és ez nem is feudalizmus, nem tudom ez mi, ami van, mindenki függőségi viszonyban van, senki nem mer semmit mondani, senki nem mer semmit csinálni. Egy kézben
tartva a dolgok, de ugye egy kis településen még egyszerűbb is, mint országosan. Mindenki jóba kényszerül lenni, úgy mennek a kinevezések, olyan emberek kerülnek, lecserélik, csak úgy vállalkozhatsz, csak úgy különben. De, tehát ezt akartuk, basszus. Tényleg? Most, és, nem hisz, nem, és azok közül, akik ott élnek az én szülővárosomban, egy csomó ember így érzi magát, szarul, de aztán elmegy és szavaz a Fideszre. De miért? Ezt én hát, nem bírom összerakni. Hát a saját bőrén, a saját hétköznapjaiban érzi, tapasztalja, hogy szar. Akkor miért kell megfosszabbítani a szart is bicskét? Nem, egyszerűen felfogadatlan. Szerintem a Szerényi interjú is az összes közegével együtt, tehát ami miatt úgy meg ott létrejött, én arra látom menni a szekeret jelenleg, hogy a választásokig csúcsra járatják egyrészt a gyűlölet, tehát hogy kit kell gyűlölni, Brüsszel, stb., másrészt meg a félelem. Tehát ugye azt kell beépíteni az emberekbe, szerintem te ezzel találkoztál odahaza, hogy nagy bajban, nagy veszélyben van az ő egzisztenciájuk, és ezért nagyon, nagyon észnél kell lenni. És hogy az, hogy az ő egzisztenciájuk miért van veszélyben, vagy veszélyben van-e egyáltalán, azt már meg se kell, nem kell megvitatni. Júniusig elég, ha tudják, hogy veszélyben van az egzisztenciájuk, de Orbán Viktornak hála még élnek, vannak, tudnak vásárolni, és a június után majd valószínűleg egy kicsit enyhül ez az egész, de addig ennek kell működni, mert a kormány számára nincsen megbeszélhető téma. Tehát a gazdaság, a társadalom összes szegmense, a külkapcsolataink, minden a romokban, ezt tudják csinálni. Jó, Janu, itt mondtál egy érdekeset. Ahhoz kapcsolódnék már, hogy azt mondtad, hogy ma júniusban enyhül. Nem fog itt enyhülni semmi, sőt, egyre rosszabb lesz, ez az egyik dolog. A másik dolog, mert hogy ennek az a természete, hogyha visszalépsz belőle, és ez tényleg, nektek mondjam, alapműveltséggel, mert bocsánat, nem sértésnek szánom, lehet tudni, hogy a görög drámák óta, meg a 20. század óta, hogy ennek az a természete, hogyha nem fokozódik, nem erősödik a nyomás, ha egyszer elindultunk ezen az úton, mondjuk az önkény útján, meg a manipuláció útján, ha egyszer beültettük az embereket a buborékba, most ez ugye egy új keletű kifejezés, buborék, hát a hitleri Németország is, meg is buborékba jött az ember, akkor is buborékba, ha nem akar abból kinézni. Mint például most ugye azt mondják a kollégák, ez most tényleg abszolút, hogy nézzük már meg, hogy tényleg úgy volt-e. A propagandában ilyen nincs. Ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy a különböző minőségű demokráciákban, mondjuk így, ugye rájöttek sokan, és ennek nyilván történelmi előzménye is van, hogy a félelemmel nagyon jól lehet terelni az embereket. Hát már bocsánatot kérek, nem tudom, olvastátok-e nyilván a Putyinnak egyrészt Magyarországgal kapcsolatos megnyilatkozását, másrésztől talán a Peszkov, na mindegy, tehát friss, háromnapos, ahol elmondják, ja igen, a magyar nyilatkozó kapcsán. Oroszország nem tekint senkit ellenségnek, meg nem kell félteni. Arra, hogy folytassuk innen, úgyis ez témánk lenne, csak nem akarok utána később a Szörényi dologra visszautalni, mert megtaláltam az idézetet. Jó, és akkor ezzel zárjuk le. Tehát Szörényi az HVG. Szörényi az interjúban többször visszatér a nyugati világbolsevizmushoz. Közli például, szomorúnak tartom, hogy a világbolsevizmushoz dörgölöző réteg nem vonja le a konzekvenciát, olyan országban él, amit nem tud kisajátítani, csak hatalmi rag leuralni. Szerinte, akinek ez nem tetszik, az azt teheti, amit épp az ő miniszterelnökük javasolt, el lehet innen menni. Na. Hát ez az, aminek látszik, ez és az. Ez az. De azért beszél nem a szavazókról igazából, hanem a dörgölőző réteg, az nekem inkább a... Pityukár, te ne reménykedj! Te is oda tartozol, öcsém! Ja, azt tudom! A bolcsika, miről beszélsz? Hát a mindenki, aki nem, mit tudom én, K. Endre, az oda tartozik. Jó, hát vagy Balog Zoltán, az mind. Na szóval... Mindegy, nem egészen úgy gondolta. Ja. Na azt akartam kinyögni, tehát itt van például a Magyarország.
17 millió négyzetkilométer a föld legazdagabb országa atomfegyverrel lesz rendkezik. És a politikai legitimációját maga az elnök is abból építi, már jó ideje, hogy Oroszország fenyegetve van. Na most akkor egy ilyen kis ország, mint mink. És ez most, hogy is mondjam, valahogy világtendencia, hát az a futóbolond Amerikában. Szintú úgy azzal szédíti a világot. Tehát az, hogy az embereknek van egy olyan alaphangulata, és sokféle egyéb dolog is okot ad erre, hogy az emberben egy kicsit, a mostani modern emberben egy picit, hogy van oka, lehet oka, hogy apokaliptikusan látja a világot, és próbáljon védelmet keresni, és aki a védelmet ajánlja, Orbántól Putyinig, abba próbál kapaszkodni. Nehéz mit kezdeni a rengeteg tudással, ami mindenféle korlátozás nélkül zuhan az emberre. Ez az egész vírus őrület. Ilyen sokszor beszélünk arról, és nem akarok én nagyon belevenni, csak ugye most van a falunk, mi kis falunkban van három rettenetes dráma a bárányhimlővel kapcsolatban, és hát ugye most azért erről mindenki beszél, és szokták mondani, hogy hát régen ilyen nem volt. Hát szoktam volt mondani, hogy drága barátom, az a helyzet, hogy régen is volt, csak nem tudtunk róla. Fogta magát a gyerek, azt meghalt. Ez a helyzet egyfelől. Másfelől meg azt szeretném csak hozzátenni, hogy előkerül örökké ez a kérdés, amit a Pista tett föl, hogy na de eközben mindig a Fideszre szavaznak. Hogy érthető legyen, és mondjuk még pozitív kicsengésre legyen hangulatilag annak, mint mondandó akarok lenni, az a helyzet, hogy egyelőre a rendszer kritikus oldalon van egy politikai vákum, hogy még érthetőbb legyek. A kihívók darabonként a legnagyobb, legkisebbel együtt is egyszerűen kevesek hozzá. Nagyon nehéz, miközben én tényleg nagyon örülök, hogy például 150 az ember oda ment a Hősök terén, és azt mondta egy nagyon durva abúzusra és erkölcsi kérdésre, hogy na ezt nem. Tényleg örülök neki, és nagyon helyén. Tehát vannak épeszű, erkölcsileg méltányolható, fontos indulatok, amiért az emberek megmondulnak itt. Egy dolog hiányzik ehhez, hogy a strukturáltan és szervezetten megjelenjen képviseletformájában, és tetszik vagy nem tetszik, politikai képviseletformájában, és akkor mindjárt befejezem, mert csak az a baj, hogy egyik szavamat a másikba öltöm, hogy nézzétek meg a kutyák történetét. Ugye van egy antipolitika, ebben egyébként az ellenzék is bűnös, és minden eddigi politikai elit bűnös volt, ugye, hogy a jó politikát antipolitikaként, politika ellenességként definiálta. Az LMP is úgy lépett föl, hogy ő majd más politikát fog csinálni, és miután nem volt képes pártként viselkedni, meghalt. A kutyapárt is már, noha nem tudja magáról, lehet, hogy nem is tudja magáról, egyébként egyre inkább pártként viselkedik, de még mindig az antipolitikai jegyében fogan. Na szóval csak oda akartam kiukadni, hogy a másik ott az, hogy egyelőre, hát abban az értelemben vákum van, hogy egy olyan szervezett, struktúrált politikai erő nem jelent meg, amelyikre lehet a Fidesszel szemben szavazni. A többiekre is lehet darabonként, tehát különösképpen a rendszerkritikus pártok esetén nekem az a semmi bajom nincs, hogyha ki a DK-ra, ki az MSZP-re, ki a Momentumra szavaz. Csak hát azért volnának politikusok, hogy megszervezzék azt a politikai erőt, ami ráadásul képes szembe menni ezzel a rohadt, most már erkölcsileg is totálisan züllött, lásd, ez az egész pedofil őrület, de nem jogszabályi problémák vannak itt, orosz-ukrán háború, Navalnyi, és azon kívül a nemzet számára kártékony, hogy ne használjam azokat a kifejezéseket, amit ők használnak a rendszerrel szemben. Meg kell szerveződni.
Lehet a Magyar Péter szerintetek, aki megjelenik, ezt már többször kérdeztem mással kapcsolatosan, aki köré, aki az ő személye beindít egyfajta ellenzéki szavazó szimpátiát, vagy innen, hogy Magyar Péter átlép a politika porondjára, innentől kezdve ő is, hogy mondjam, egy lesz a többiből. Szerintem új gyakorlat lesz őt lenullázni a rogáni propagandagépezetnek, hiszen felkínálkozik az, hogy onnan jött, meg benne volt, meg mit tudom. Tehát le fogják őt gyalulni. Én nem hiszem, hogy Magyar Péternek óriási jövője van a magyar politikai térben. Valamit erről homályosan, hogy ő most akkor valami új erőt kell szervezni, csak jó, most mi megkaphatjuk, hogy pont mi beszélünk, akik onnan jövünk, ahonnan meg úgy, ahogy, de mondjuk ott azért már eltelt elég sok idő azóta, amióta, és azért azt, tehát hirtelen azt mondani, hogy hétfőről kedre, hogy most itt valami új tiszta erő kell, és én vagyok a képviselője, mármint, hogy Magyar Péter, hát azért az fura, nem? Pista, hát mondhat ilyet. Csak nekem fura, de azt akar meg, hajrá, mindenki politizáljon ezerre, mert tényleg sokkal jobb lenne Magyarország, hogyha nem ez a beszari proaktív félelem uralná a társadalmat, hanem mindenki polgárként tevékenykedne. Ja, még egy otthoni sztori, hogy milyen a közösség. Mindegy, ki jön, azért találkozunk régóta is, régóta ismerik egymást, mondja, hogy ez meg az történt, a városban volt egy ilyen valamilyen betörtek, és úgy maradt hetekig is. Ő írt egy posztot, hogy nem kéne ezzel valamit kezdeni ott a város központjába. Az önkormányzat megcsináltatta, azóta nem szállnak le róla, hogy rossz hírt keltette a városnak. Tehát egy olyan szintű, én nem tudom mi ez, nem akarom azt mondani, elmebetegség, mert én is újhelyi vagyok, de vagy csak Budapestről nézve, és ebben most semmiféle... Ez a korai kádárizmus, amikor nem volt sorozatgyilkos, mert a szocialista embertípusban nem fért bele a sorozatgyilkos fogalma, tehát elhallgatták, igen, elhallgatták. De bocsánat, nem. Hát ez ugyanaz, Pista. Csak, hogy vissza... Rossz, mert hogy nem kelthetik a szocializmusnak rossz hírét az, hogy sorozatgyilkos csak nyugaton van, meg Amerikában. Ja. Tehát itt is ez a rossz hír keltés, ugyanott vagyunk, basszus. Ugyanott. Megmondta az Orbán. Nyomasztó út. Megmondta az Orbán 2002-ben, hogy ezeknek Kádár kell. És meg is csinálta. Na, hogy visszatérve Magyar Péterre, hogy nekem tényleg ezért fura, mert ő azért ő nem egy kis középszintű csinovnyik volt ebben a történetben. Tehát, hogy itt ő, amikor azzal állt elő, hogy majd most ő borítja az asztalt, az még hitelesnek is lehetett gondolni, mert hogy lehetnek olyan információi. De most ehhez képest egyelőre ilyen kedves szórakoztató politikai pletykákat hallunk, amit mi egyébként is hallottunk, már meg mások is hallottak, hasonlókat, tehát ilyet, hogy mi az a nagy borítás. De az egy másik szint azt mondani, hogy én leszek a új tiszta erőnek az arca. De... Neki tudnia kell, hogy miért hallgat a Balog, miért hallgat a Novák, miért hallgat a volt felesége. Biztosan vagyok benne, hogy tudja ki egy név, ez az egy név, amit mi is itt tudunk mindannyian. Én azért nem merem kimondani, mert perképes, nagyon durván perképes. De ő neki elő lehetne vele állni. Miért? Neki is bizonyítani. Ugye már... Azt mondjátok? Hát figyelj, Sanyi, először is azért nem. Ez nem egy ember, ez egy szubkultúra. Itt nem egy ember. Én értem, amit mondasz, Sanyi, de ebben a konkrét ügyben egy ember. Hát ezt nem tudom. De őszintén szóval nem ez a súlyos. Súlyos adott esetben, hogyha megállná a helyét az az állítás, hogy a miniszterelnök személy. Szerintem ő magában súlyos, de engem sokkal jobban aggaszt egyébként, ha úgy összességében együtt aggaszt, amire a Pista utal, amit igen, régebben egy ilyen durva számmal szoktam illusztrálni, hogy ez 3 millió Orbán országa. Hát igen, a polgármesterek, nem. Tehát én most és azért mondtam mindig 3 milliót, mert abban a pillanatban a zöme 100-ból 90, ha egy székhez jut hozzá, elkezd úgy viselkedni, mert ez a hatékony. Hát ez nálunk aztán ugyanaz tökben, most már ráadásul azért Félbács megyét is velem keletbe, minden arhetipusai az Orbánnak. De totál fejeteteire át a világ, nem? Hát ezek köz... Na de választott köztisztviselők, de drágám, csak utána köztisztviselők, közalkalmazottak, ehelyett ugye teljesen fejetetére áll a világ, nem sajátjukként tekintenek Csillagom. Az adott teritórium. Az a nagy büdös helyzet, ugye, hogy az a lapos közhely, hogy a demokrácia, a demokraták is kellenek, az bizony igaz, és abban az értelemben is igaz, és nem áll semmi a fejeteteire, egy sajátos kultúra,
Ami egyébként sokkal messzebb vezet, lehet itten kádározni, ez nem most kezdődött, lehet olvasni Mikszától, Móricon keresztül. A magyar feudalizmus és a magyar feudalisták, ezek nagyjából ilyenek, majdnem kivétel nélkül. Az a helyzet, tudod, hogy meg eljutsz egy választott pozícióig, és az Orbán életútja, és egy féletlenül. És egyszer csak úgy érzed, hogy ennélkül nem tudsz élni. És hogyha nem teszed ki magad a közmegvetésnek, és ennek van valami kultúrája, mert igazából itt a választójoggal, ahogy éltek az emberek, meg ahogy visszajöttek a választójoggal, ennek messze vezető történelmi eredményei vannak, a nyílt választásoktól, valahogy ezen nem tudtunk túlépni. No szóval akkor mi a kézenfekvő, ha nem akarod magadat átadni a megítélő tudat aljasságának, hogy nevezzem, a választópolgár megítélésének egy demokratikus választásban, nem azt az eszközt használod, hogy ami hatalmilag neked rendelkezésre áll, azt mind felhasználod a riválisoddal szembe, és ráadásul egyre innovatívabban, akkor jellemzően ezt használják. Mert egyébként ráadásul a választópolgárok más oldalról, hogyha átadod magad a közmegvetésnek idézőjelbe, akkor azt fogják mondani, hogy te gyenge kezű vagy. Csak hát igen, én nem állt a fejére, Pista. Én valahol attól, nem valahol, hanem attól tartok a leginkább, és most ezen így gondolkodtam, mióta visszajöttem, hogy innen nincs visszaút. Nincs. Ebből nem lehet kijönni. Mert ugye olyan szintű most már az egyéni félelmeknek a nagysága és a mennyisége, és olyan szinten... Rövid távon nem lehet. Olyan szinten tágult ki a hatalom, és a helyi hatalom talán még sokszor jobban, mint egyébként a központi hatalom, még erősebb, még rosszabb, még durvább módon uralkodik egy-egy kis régió, meg város, meg település fölött, hogy innen nem tudsz kijönni, mert hogy a fenébe? Tehát azok az emberek, akik meg vannak félemlítve, vagy magukat félemlítették meg, és ez a végeredmény szempontjából teljesen mindegy, nem fognak hétfőről kedre aktív polgárnak válva fellépni, mert és hogyha fellépnek, akkor meg pofán csapják őket. Picsukám, dolgozzatok, te hanyas vagy? 73-os. Mondom, 73-os vagy. Hát sok-sok idő kell, ehhez a diktatúrához is Orbánnak kellett 20-valahány év. Az fasza. Na. Hogyha most ezt hozzá, ti még megfogjátok, én már egzisztencia. Hát jó, a János előben nem beszélek, mert ő természetesen 100 évig fog élni, mert proféta. Én már nem fogom megélni, tehát statisztikailag százik. Azért, ha megengedjen csak annyit, hogy a Pistát erősítendő, hogy én meg olyan tapasztalattal gazdagodtam a közelmúltban, hogy a helyi viszonyokat teljesen elégedetlen embereket hallottam beszélni arról, hogy semmi értelme megpróbálni alternatívát állítani a mostani fideszes település vezetés. Se szemben. Érted? Tehát mindennel elégedetlen, még csak nem is fél, de úgy látja, hogy nincs értelme. Jó, van ez így. Például az a 30 év is benne van, amit én így hívok, most nem tudom, lehet, hogy rossz kifejező, az antipolitika jegyében, hogy semminek nincs értelme. Nézd meg, ugye, ha már magyar péterezünk. Azért milyen érdekes, hogy a mondandójának a fele arról szól, jó, mondjuk egyharmad a rendszer korruptságáról, egyharmad a Rogánról, egyharmad meg arról szól, hogy az ellenzék tokkal vonóval meg van véve. Tehát így tudni, úgyhogy csak ezért az egy kérdésért, elméletileg, formálogikailag, a történelem majd erre megadja a választ, ő is egy fiatal ember, én nem tudom még arra a kérdésre a választ, hogy ő jött vagy küldték. Majd elválik. Az a durva, hogy a nagyobbik fiam is ezt kérdezte. De hogy ebbe az a durva, hogy és az a bocs, hogy már nem hiszük el egyet, hogy már így gondolom. De hiszünk, de ott kérdezni lehet. Hiszünk, mindent hiszünk, csak már annyi csavart láttunk itt ebben a rogáni titkosszolgálat megazisas világban, hogy már egyszerűen már folyamatosan azon gondolkodsz, hogy nincs a csavarban még egy csavar, és az nem az van el mögötte, amit egyébként nem úgy gondolsz, hanem pont fordít. Tehát, hogy De ide el kéne jutni, ha mindenkinek tudod, ez az, amit mondok. Ha ezeket a kérdéseket nem teszed föl, akkor elragadsz a buborékba. Igen. Akkor vagy buborékba. Mindig kérdezni kell, mindig. Hát mert figyelj ide. Egyébként, amit a Pista mondott, 2010, tehát ugye most már lassan 15 éve. Még nem volt mostani Orbánizmus,
még Gyurcsány korszakának a végnapjai voltak, választási időszak, és a Sesták városába, Kisvárdán nem merték, ezt meséltem nektek többször, de van, a pincát nem merték kihozni, mert mit szól hozzá? Hát, ha megtudja a Sesták, és még akkor a Gyurcsány volt hatalmon. Értjük ezt a borzasztó lelkiállapotot? Most azt mondjuk egy birtokot. Értjük, benne élünk. Csak hadd elevenítsem fel egy filmélményemet, csak szinte színesítem, de amit mondtok, meg talán közelebb is hozzá, hogyha emlékeztek, van a Eperjesnek a 6-3-ról a filmje. Igen. Ugye, és akkor ott áll a Cseh Tamás, meg a, hogy nézik, a, vagy hallgatják a rádióba, és ugye mondja a Eperjes figurája, hogy ha most mindjárt majd gól lesz, ez is az, hogy ezek szerint ezt már leadta, ez már megvolt ez a meccs utólag, nézzük. Pont itt tartunk, ugyanolyan beteg gondolkodás, és ez összeesküvés elmondatok. Amit mondtál, Sanyi, hogy valóban Móricz meg Mixált világa, meg nekem még Németh Lászlói is sajnos. Igen. És én ezeket imádom olvasni, de arról nem volt szó, hogy ebben fogunk kérni. Azt hittétek, hogy ez mi alkotás? Dokumentum regény. Na ezen a sokkon nem tudom túltenni magam. Igen. Komolyan. Szóval én is úgy gondoltam. Én is úgy gondoltam. Valami Tony volt kérdő. Én is úgy gondoltam. Hát ez a... Tehát most azért gondolom, tényleg ez valami heurisztikus élmény. Hát érted, olvastuk, meg milyen szörnyű, na hát, és akkor ezt csak benne élünk. Ez valami... Na jó, gyerekek, picit lépjünk tovább. Nem, hogy Móricz az a szenvedett, amikor ugye feltűnt pesti íróként a 10 körül, 1909-10 körül az első időben, hogy sok évig, hogy egyszerűen nem értette, tehát látta, hogy tetszik a nyugatosoknak, meg mit tudom én, nem tudta megértetni velük, hogy amit ír, az nem fikció. Hogy az nem egy író kitalációja, hanem hogy ebből a világból jön. Mondták, de milyen baromi jó fantáziád van, te zsiga, érted? Látod, de nincs fantázia, hogy ebből jön. Ezek szerint a belpesti értelmiség se változik, nem? De semmi. Jó, de akkor mire gondolt? 200 évig. Akkor mire gondolt az egyszerű fideszes politikus, vagy aki kiadta a parancsot, hogy... Tehát a Navalnyi özvegye felszólal az Európa Parlamentben. Ezek kimennek. A fideszes Európa parlamenti képviselők kimentek a teremből. Ugye Gyöngyösi Márton tette ezt közzé. Itthon ülve marad a Mi Hazánk, és a Fidesz összes képviselője, amikor a Navalnyit egy percre megtisztelik. Tehát ő a Velszibárd, tehát aki tényleg dalolva ment lángtengerbe, de nem tudta mondani, sőt, és akkor itt vannak ezek, és ülve maradnak. Azt hagyjam, hogy ülve maradnak. Hát amit Orbán mondott, szerintem az volt a... Ja, hogy nacionalisták... Sovinisták. Igen. Na most ehhez utána néztem egy kicsit, hogy ugye arról van szó, hogy 2011 előtt Navalnyinak, akit senki nem ismert Oroszországban abban az időben még, valamelyik orosz pártnak, nacionalista pártnak volt a tagja, és ott mondott ő ilyen nagyokat. Nem valamelyiknek. Tőle attól voltak jobbra. Még attól is voltak jobbra, igen? Attól voltak jobbra. Tehát az egy nacionalista párt volt, és amúgy meg lehet olyan tömeggyűléseket ideidézni, ahol mondjuk a tömeggyűlés szónoka volt Navalnyi, és ott megjelentek a nácik is, igen. Már a helyi nácik. Ennyit lehet a személyre hányni történetileg, de egyébként meg ez aztán végképp nem függ össze semmivel. Ebben az szóval azután, hogy na, a Navalnyi lett, ja, igen, egyetlen mondjuk. Egy ilyen megnyilvánulása nem volt. Én nem védem őt, de azért a szemem belül egy hős. Tehát aki hazamegy úgy, hogy tudja, hogy mi vár rá. Ja, hazamentem a kötött fogás után múlt héten, és akkor megnéztem a dokumentumfilmet. Hát persze, amúgy is akartam, de így megvoltam. Hát a Navalnyi dokumentumfilm. Igen. Hát semmi. De, hát hogy ezt végigcsinálni... Meg ahogy kezdődik, az nagyon kemény, mert ugye az az első kérdése a dokumentumfilmesnek, hogyha Putyin kinyiratná, akkor mit üzenne az orosz népnek. Így kezdődik a film, ami nem... Most ugye sajnos aztán kapott egy sajátos. Igen. Azt akartam mondani, hogy ami még tenyérbe mászóbb, hogy tudjátok, hogy ezek után a brüsszeli Fidesz brigád lenyilatkozta, ugye, hogy ők a Navalnyit
ki kell vizsgálni a Navalnyi halálát, meg mindent. Tehát a kettős beszédnek gyönyörű iskola példája volt, a látványos iskola példája volt, hogy Brüsszelben azért azt már nem lehetett előadni, amit itt. Hát kimentek, ugye, mert hogy nehogy az arcuk ott legyen. De miért? Arra, hogy én, ez, amit az előbb mondtál, ugye, hogy ott maradt ülve a 130, nem tudom milyen hány bátor ember, mert ennyire bátra. Ezek gyakorlatilag ezek mind de úgy nincs, működnek, de hogy nincs, a, hogy, hát ezek a nem, vezéri de ezek hangra. Robotok nem bátrak, hát, hogy gyávák, ezek vagy nem ezek, bocsánat, hát, ők robotok. Beszélek. És szerintem a Sanyinek ez egy tök jó kérdés, ez egy nagyon-nagyon jogos és fontos kérdés, hogy miért áll bele Orbán ebbe a történetbe, és ugye hát adná magát az a nagyon egyszerű magyarázat, hogy ez a Putyinnak való megfelelés. De hát már itt két hete nyomatják is, mert nem érték, hogy a magyar választó nem Navalnyi pártja, a Fideszre szavazók Putyin pártiak lettek. Elhiszik, hogy ez az Oroszország. Jani, nem ész az utcára, megkérdezett 10 tetszőleges szembejövő embert, hogy Navalnyiról mit tud. Semmit. Szerintem ez nekik szólt, jó. Ez a játék, a Fideszes szavazóbázisnak. Itt is, kint meg az ottani izének akartak megfelelni, hogy ne lehessen őket támadni. Bocsánat, tényleg. Hogy ennyire beleállni, hogy Orbán személyesen. Ez részben analóg, bár egy más lépték azzal, amit a pedofil balhé kapcsán is próbálok képviselni. Hogy ez nem egy ember pusztán, ez egy szubkultúra. És ugye ott jön Navalnyi, vagy hogy mondjam, Kozinszten, és minden összefügg mindennel. Ugye az Orbán rátalált arra a szerepre, volt egy ilyen szerep, hiszen megdolgozott érte az előző politikai elit is, hogy bekerültünk az Unióba, és bekerültünk a NATO-ba. És ez a dramaturgiailag, meg egyáltalán iszonyúan felértékelődött. A nemzet is, meg a nemzet mindenkori vezetője. Csak a vétójoga miatt. De hát erről mehetne, most tök mindegy. Ja. Zárójelbe edzem meg, hogy senkit nem érdekel, hogy mit hadovál össze, hogyha egyébként a Lukasenko státuszában volna. De amit mondandó vagyok, az a politika, ami arról szól, hogy a hazát meg kell védeni, és ugye ennek van nagyon messze a hagyománya, hiszen majd egyszer ennek jobban utána kérdezik, hogy a Herdernek annak idején hogy jutott eszébe, hogy pont a magyarok jó. Tehát, hogy a nemzet halál meg a magyarok el fognak tűnni. Tehát van ennek egy gyökere. Tehát ahhoz, hogy politikai értelemben prezentálni tudja, elő tudja adni Orbán, hogy ő mennyire szuverén, meg kellett találni azokat a terepeket, amelyekkel úgymond gyakorlati politikai értelemben is bizonyítani tudja, hogy ő szuverén. Ehhez az kell, hogy abban a közönségben, abban a klubban, amelyikben ő él, alkalmasint, jól kiválasztott témákba oda szarjon az asztalra. Mert különben nem tudja bemutatni, hogy ő itten mennyire szuverén és mennyire védi az. Hát most túl azon, hogy ő is azoknak az útját járja, lásd Putyin, amit az előbb mondtam. Tehát miért ne lehetne a rettegés politikája egy 10 milliós országban, akár baráti környezetben is, ha egyébként egy akkora országban is intézményesen lehet rettegni. Ezt föl kell mutatni. És ezért mondok, lehet, hogy botrányosnak fog tűnni, ezért mondom azt, bár örülök neki, szolidan, ezért van az, hogy az az Izrael politikája Orbánnak, ami ez pont ugyanezen racionális politikai megfontolásokból kiszámított és kimódolt, és nem őszinte. De örülök neki, hogy egyáltalán van. Tehát itt végig van véve az eszköztár, mert ehhez a balhéhez még, hogyha magára húzna az antiszemitizmust is, na akkor aztán ugye az nagyon érdekes lenne. A lényeg, gondolom, és ez egyértelmű, hogy az ő általa ilyen módon kiválasztott út, miután droidok és kliensek, hűbéresek kellenek hozzá, ez bizonyos eszközöket igényel. Egyik eszköze például az, hogy
ezek a droidok egy idő után még el is hiszik. Tehát ez kulturálisan meg van ágyazva. Igaz, hogy hazugságokra épül. Hát azért már bocsáss meg, én most komolyan mondom, hagyd nagy képüsködjünk. Ebben a körben, ami amúgy egyébként lepedofiloznak, meg lehazaárulóznak. Én nem ismerek olyan embert, se a médiában, se a velemküzői körben, amik erőre megfontolt szándékból hazudna. De ebben a propaganda világban, mert ő is szokta velük szórakozni vitaműsorban, abban a propagandában az, hogy én tudom, hogy hazudok, az evidencia. Hát ez oda vezetett, hogy Orbánt és Ficót ugye vastapssal fütyülték ki a V4-ek találkozóján. Már őt ezerszer beszéltünk, de térjünk vissza. Hát nem mondja, az ezerszer ember azért. Ezerszer ez egy érdekes új helyzet, hogy, a, hogy úgy néz ki, hogy a V4 az V2, meg V2 lesz az elemzés szerintem helytálló. Tehát ugye a cseh meg a lengyelek azok konzekvens vonalat fognak vinni a következő hónapokban. A Ficó az ugye ide is oda is táncol, az Orbán meg rászorul Ficóra, tehát aztán látszatot fenntartják, hogy őt együttműködnek. Szerintem az Orbán örülne, ha talán olyan valakit az Európai Unióban most, beleértve Robert Ficót is, aki konzekvensen együttműködik vele. Tehát amit ő be akar a magyaroknak adni, hogy egyre nagyobb tábora van Európában, az annyira nem igaz, hogy egyre inkább semmilyen tábor. Janó, a jó Isten áldjon már meg téged, Navalnyi volt a napirend, és te, aki megírtad a múlt heti Magyar Hangba, ajánlom mindenkinek figyelmébe. Azt a cikket, amit megírtál, és voltál olyan szíves, hogy előtte nekem ajánlottad, ahol megírtad a mártírok történetét a 20. században, Sophie és Hans Scholltól kezdve. Legyél szíves már némi keresetlen szavakkal alátámasztani, és ha úgy tetszik, itt most velünk együtt meggyászolni Navalnyit. Hát ne arra, ugye én mondtam, ami rosszak Navalnyira. Jó, Istenem, a csekettőt még. Én el tudnám mondani, hogy sem. Arról beszéltem, hogy miért nem mondod el azt, amit megírtál múltkor. Ja, hát a Janó abszolút érvényes ember, ez nem kérdés. Jó, de nem olvasta mindenki még, na. Ja, jó, de hát azért jó, hát igen, hát ő is egyedül kimentálni a hatalommal szemben. Tulajdonképpen ez az egyetlen becsületes európai álláspont. Tehát ki kell állni a zsarnokkal szemben. Hát de most kiütöttél. 2000 éve Európa törtem, mert a Navalnyi jelzesen e tekintetben számomra evidencia. Tehát jó van, de kiütöttél, hát most hogyha volna itt egy fél pálinkám, gyorsan meginnem. Hát azt mondtad, most ilyet mondtad nekem, hogy visszakérdezel, hogy rosszat mondtál Navalnyi, de Janó. Látod a félelmem politikában. Hát csak azért nem értettem, mert pont a Ficóról beszélt meg az Orbánról. De na jó, de hát miért beszélt róla, miközben Navalnyi a napire? Mert én mondtam, hogy... Hát én megmondok mindenféle. Ja, hát. Nem is számít, akkor most se figyeljetek. De, nagyon is számít. Most se figyeljetek, mert hogy ugye, ja. Emlékszem, még ellenzéki újságíró voltam a Gyurcsányért. És állandóan mondta, azt a szót használtuk az országunkról, hogy abszurdisztán. És akkor most, hát most ellenzéki újságíró vagyok, vagy valamicske ilyesmiféle az Orbán érában. És hát ezt kell használjam, mert hogy ugye végignézni azt, hogy ugye megtudjuk, hogy már bőven a tavalyi év végén presbiterré választották KND-t. Ugye, hát egyszerűen... Mondom, egyszerűen, hogy kultúra. Tényleg, nem is tudok mit mondani, meg én nézem ezt a Balogh nevű embert, akit István látja a lelkem, a parlamentben mondtam neki, hogy nála nagyobb farizeust el nem tudok képzelni, szemtől szembe, hát ilyen valami... Megértem, hogy az is faval kezdődik. Nem. És hogy nézd, mennyire meg van sértve. Nézzék meg azt a beszédet, amit ugye utána mondott. Mert ő nem mondott. Látszik, hogy ő sértett ember, igen. Nem, és ő egy áldozat, meg minden. Semmiről nem hajlandó lenni. Miközben most már református egyház, hát jó felének, ugye. Ő már nagyon ciki. Ja, már nagyon ciki. A 16. kerületben most épp eltüntetik a nevét. A igen, Fideszes képviselők ja, is megszavazták. De most már nem tudom, hogy adik. Úgyhogy márványba vésték a szavait. Hát. Jó, egyébként ezért gond az, hogy se politikailag és intellektuálisan a szétesettség miatt a politikai vákum van a kihívói oldalról. Ezért problematikus, de hát ez majd alakul. És egyébként két nagyon érdekes dolog
A Magyar Péter jelenség abban az értelemben, hogy és azért van nagy jelentősége, mert egyébként attól, hogy ő kívül, belülről jött, ugye baromi sokan nézik, és a református egyház meg azért azt bizonyítja a hőségtelé tüntetéssel, hogy igenis ebben a hazában vannak épelméjű, erkölcsi tisztességgel rendelkező emberek. Mert egyébként ez egy nagyon, nagyon durva rés és repedés a református egyházban, a rendes emberek és amúgy történetileg létező szélső jobber nyilasba hajló református egyház szállával, ami történetileg létezik és mai napig is létezik, és megerősödött egyébként, én is tudok ám kommunistázni. Szóval azért az erdélyi református egyház hálózatának az elitjét azt annak idején még a Kádár rendszerben, és az örökös Kádár rendszerből delegálták. Tehát még a Ceausescu Romániájában is, ugye a Erdély, hát a református egyház egy magyar egyház, ugye innen delegálták a elvtársokat, akik aztán zömében egyébként nagyon érdekes módon gyermekjóléti hálózatokon keresztül kapták a lóvét. Nem akarok nagyon messzire menni, de ez egy szubkultúra. Amúgy meg föl szeretném hívni a figyelmet, hogy de hogy találták ezek meg egymást, hogy a Balog az Orbán lelkivezetőjeként lépett a porondra annak idején már. Ő a lelkivezetője ennek a hisztérikának. Ez itt történt. Annyira kibökném, és nem merem. De ezt bejelentették, ez nyilvános. Tényleg, tehát amit a Sándor mondta, azzal nyilván mindannyian egyetértünk. Én azon gondolkoztam, hogy hogy tudnék még hozzátenni ezt, csak azzal, amit említettetek, én úgy fogalmaznám meg, hogy Balogh Zoltán viselkedésében az szerintem egy fontos dolog, amit szavakkal meg kell nevezni, azt próbálnám meg most, hogy ő úgy érzi, hogy ő vele kicsellóztak. Tehát, hogy ő nem a mi nálunk áldozat, hanem hogy a Fidesz világon belül őt most felkínálják az egészre. Minden jel erre utal, ahogy viselkedik, igen, amiket csak tesz, hogy, amiket hogy nem tesz, azért mégis mond. Úgy gondolom, hogy nem árt ezt kimondani, még egyszer kimondani, hogy Balogh azt várja el az övéitől, hogy védjék meg. De neki nem a hiszen... Oké, csak ez meg kéne nevezni azt, hogy, hát persze, hogy ő miért is egyenlőtt, hogy lett áldozva. Hiszen azért kell őt... És még azt sem tisztáznám is. Van olyan jó, hogy nem mondja meg, hogy mire, érted? Tehát addig, amíg ő titoktartó, addig őt úgy gondolja, hogy miért egy erkölcsi toprony? Azért egy erkölcsi toprony. Mert ha most megnevezné, hogy ő kinek a kérésére, parancsára, sugallatára vetette le magát... Egyes feltételezések szerint. Akkor is le kéne mondani. Hát te tök mindegy. Anya, most komolyan azt gondolod, hogy ez az ember parancsa erkölcstelen? Na ezt mondom én is, hogy nem parancsa erkölcstelen. Pont na, ezt hát mondom. Hát belülről jött, ő ezt ez. Ő azzal ez. A szubkultúrával együtt. Neki nem kell azt megparancsolni. Ezt mondom, hogy még ezzel se tisztáznám magát. Azt mondja, hogy az utolsó ilyen konkrétabb kijelentése az valami olyasmi volt, hogy ő hisz benne, vagy úgy gondolja még mindig, hogy továbbra is hisz benne, hogy ártatlan volt, és az ártatlanság mellett. Én most beszéltem egy valakivel, aki ugye a Novák Katalin környéke valamennyire, és akkor azt mondta, hogy valóban ezt gondolták. Novák Katalin is azt gondolta, hogy azt gondoltatták vele, ez már mindegy ilyen szempontból, a végeredmény szempontjából, hogy ártatlan. Ők most erre így rátekeredtek, mert azért nehéz szembenézni azzal, hogy itt most mégiscsak ami súlyos dolog történt, meg a Fidesz politikáját alapjaiban rengette meg, helyre kalapálják, de azért mégis egy fontos cölöp volt, ugye. De ahogy néztük a Balogot is, amiket mondott, hát már az első nem zsinat, hanem mi volt az pontosan valami? Ja, igen. Akkor megnevez, nem zsinat, hanem valami. Zsinat, akármi. Már ott is furcsa volt, nem, hogy kijött és így beleállt úgymond az ügybe, hogy már pedig ő nem. Amiket azóta... A fundamentalista református része a igen, tehát nem sértett, de úgy sértett, hogy tényleg áldozatnak tekinti magát. A rendszer és a rendszer egy bizonyos szintű működésének áldozatának. De ettől függetlenül szerintem vége van a református egyházban, mert az a szakadás, amiről beszéltek, és az a törés, az egyre erősebb, egyre nagyobb. Tehát ez nem múlik el, ez nem egy olyan seb, majd így begyógyul. Amíg Balogh ott van benne ilyen
tüskeként, akkor az kenyesedni fog, meg fájni fog, meg, és biztos, hogy valami fog. Hogy meg valami, a kontextus is, hát a kontextusról beszélünk, ezek a dolgok összefüggnek egymással, amúgy meg azt akartam csak megjegyezni, hogy ugye hát azért a nagy innováció megjött, és hidd el, higgyétek el, hogy nagyon sokan elhiszik, mert el akarják hinni. Hát mivel állt elő az Orbán a parlamentben? Hogy 2010 előtt bújtatták a pedofilokat. Ja, igen, igen, igen. Azonban megizé a súlyos üldözés meg lehet. Ha vannak is, nyilván vannak ismerősei, nekem is vannak. Elhiszik. Ja, nem csak tudom, hogy el, igen, igen. Sőt, nem csak elhiszik, hiszik. Igen, hinni akarják. Azért, hát persze, mert ebben a zavaros történetben, ami fájó, ráadásul, ugye politikailag nekik fájó, ezzel nem nagyon nehéz szembenézni, ezért örömmel fogadnak minden egyes magyarázatot, ami egyébként tök egy baromság, de legalább rendszerben és vissza rendeznek a dolgokat. Persze, és persze. És ezt mondjuk hozzá, biztos, hogy nem jut el, hogy hogy a fenébe tekinthette Balogh ártatlannak K. Endrét, amikor miniszterként már 2011-ben megkapta a Bicskei intézményben történtekről a részletes ombudsmani beszámolót abúzust elszenvedő gyerekeknek a videó nyilatkozatával. Hát most túl azon, bocsáss meg, túl azon egyébként, hogy maga a szó is egyébként elég szépen mutatja, hogy milyen drámai módon akarják és értik félre a demokráciát. Mert hogy összevetés legyen, nem tudok mit csinálni, érintett vagyok. Én annak a három embernek a kegyelmet, az elnök asszony szerint mindegy volt magyarázata. Én nem azért kértem, mert én azt gondoltam bármilyen módon is, hogy ő ártatlan vagy nem ártatlan, nem az én kompetenciám. Én azt tartottam botrányosnak, hogy több mint 15 éve. Más esetben is botrányosnak tartom egyébként, hogy működik ez, hogy nagyon súlyos ügyekben, az idők végezetéig olyan hosszú ideig tart az eljárás, amikor egyébként életekről van szó, és ha az ítélet megszületik, hát sokkal nagyobb ítéletek megszületnek jobb helyeken, sok, nagyon gyorsan. Ma már egyébként mire az ítéletet megfogtak, az ember már 28-szor megbűnhődött. Tehát nem az a kérdés. Neki egyszerűen nincs, hogy merészeli szájára venni bárki ottan azt a kérdést, hogy úgy gondoljuk, hogy ártatlan. Amikor egyébként két bírósági ítélet, meg a teljes igazságszolgáltatás végigment. És ott egyébként a másik dolog az, hogy lehessen kommunistázni az igazságszolgáltatást, amelyikről lehet sok mindent gondolni. Ugye ez is mindig itt a másik dologról kezdik, hogy hát itt azért súlyos zavarok voltak ebben az ügyben. Nézzétek meg a propaganda sajtó egy részét. Na bocsánat. Ha jól emlékszem, van egy amerikai alkotmánykiegészítés, ugye, amelyik azt mondja ki, hogy mindenkinek joga van hozzá, hogy ügyében észszerűen határidőn belül ítélet szülessük. Az, hogy Magyarország csökevényes jogállam, az pontosan az ilyenekből látszik, és egyébként az Orbán rendszer védői tudnának mondani 2010 előtti időszakból is olyan ilyen igazságügyi igazsági eljárásokat, amik a rétes tésztaként nyúltak, teljesen értelmetlen. Jó, sőt, még az ősember idejében is előfordult az, hogy késő jött a bunkó hagyat. Nem, most hát nem tudjuk, hogy benne van. Sánda, nem, ez neked persze. De meg azon valami zé, hogy semmi köze az előzményhez annak, hogy a Balogh Páter fogja magát, és vindikálja magának azt a jogot, hogy valakit ártatlanul ítélje. Ez mindig az, én csak azt szeretném mondani, hogy majd akkor leszünk igazán tiszteletre méltó jogállam, ha ilyen pereket nem fogunk látni. Érted? Tehát az, hogy most a jogállamban Magyarországon borzasztóan rossz állapotban van, gyakorlatilag nincs is, ugye az érvényes, de tudni kell, hogy 2010 előtt is pont ilyen esetekben tudunk mondani erre. Hát ugye elmondtuk többször, hogy csak ennek az ügynek a kapcsán mennyi egészen elképesztő másik ügy derült ki, ennek kapcsán micsoda. Tudjuk, hogy már régen is így volt, még egy dolgot szeretnék, és csak ezért kértem magamhoz a szót, ugye nem csak a gyanúsítottak érdeke, hanem a társadalomnak is az érdeke, amiatt, hogy a társadalom tudja, hogy mit gondol az igazságszolgáltatás bűnről és erényről. És az áldozatoknak is érdeke. A nem szavazói fideszes réteg fölött, tehát most ez mi hangz ide, hogy nem az átlagszavazó, hanem akik bővebb információk van a történésekről, vagy a történtekről, ott nem álmazon pörögnek, hogy
mi volt, meg K. Endre, meg gyermekvédelem, meg borzasztó ügyek, meg hogy na, azon pörögnek, hogy az elnöki kegyelem az nem derülhet ki. Mm. És ezzel vannak elfoglalva, hogy, hogy igaz, tehát érted, amikor a életben már mi a lófaszban. Szerkezem. De ezt tegyük hozzá, Isten, amit mond, hogy kiáll az új elnök, és mit mond? A, mit tudom én, önajánló beszédében. Hát kegyelmi ügyekben a teljes transzparencia híve vagyok. Igen. És a 133 bátor ember mindkét megjegyzést teljes messzélességgel támogatja. De olyan, nem lesz kegyelmi. Mert tudod, azért mulatságos, vagy mulatságos, groteszk, mert ugyan, ugye nem mint hogy olyan nagyon föl kellett volna kavarni bármilyen pornak bármit. Amikor én jártam az elnök asszonynak utána, nyugodtan elmondta, de ott voltak a szakértők, és mondták, hogy nyugodtan elmondhatom az érrendszert. Én a 20. senki. Tehát én eddig se tiltotta meg senkinek, hogy mondjuk, mit tudom én adott esetben, hogyha a szükség úgy hozta, bár ezek azért mégis jellemzően nem ilyen nagy horderejű ügyek, hogy el lehet mondani, senki nem tiltotta meg. Eddig se. Most aztán föltalálták a kályhacsonalukat. Ja. Hát ne vicceljük. Ez volt arra célzó, hogy a Novák Katalinnak senki se tiltotta. Egyébként pont Novák Katalin ugyanakkor a Budaházi ügyben hosszan megjelezte, miért adott kegyelmet. Persze. De úgy nem kéne neki valóban. De nincs az a semmi baj, hogy amit esetben nem volt. Szóval nem vagyok olyan elnézővel. Azért, hogy a teljes családjával ott nyaralt ebben a bizonyos kastélyban, amire ő 1 milliárd forintot intézett. Véletlenül ezután, az ügy után, nem egyedül, nem ketten, hanem többen, meg a testőrök, meg az egész kastélyt lezárták. Gondoljunk már egy kicsit bele. Ja. Nem. Úgyhogy hagyjuk ezt, hogy a Novákat adjuk. Jó, de elkezdtem, de jó, hát ugye, akkor kezdjünk meg egy, akkor kezdjünk bele, kedves műsorvezető úr, akkor dobjál fel egy témát, hogyha utána lehet folytatni. De akkor meg járnak, mert én Novák Katalin rajongója vagyok. Tudom. Na. 2 percünk van a Demeter Szilárdra. De itt nincs ilyen, és annyi van, amennyit akarok. Majd a te leszel, ami is élvez. Én néha belecsúsztok, nagyon durva izégre. Na jó. Na igen. De mert ezt nem lett a Magyar Nemzeti Múzeum. Mondjuk a 2 perc elég. Elég is, igen. De tényleg. Igen. Itt kérdeztem a szakkollégákat műsor előtt, hogy én a Demeter Szilárd tevékenységéből 2 fontos dologra emlékezzem, amire nem emlékszem, hogy miért történt. Ugye az egyik, ez az irodalom elvitele az olvasókhoz, a jobboldali kulturális nemzeti forradalom, illetve a popzenei nemzeti kulturális forradalom, és valahogy az égvilágon semmiféle gyümölcsére nem emlékszem ezeknek a tevékenységeinek. Jól basszusgitározik amúgy? Ezt tudja valaki? Ez én hogy én nem tudom. Mert ugye az a húzódása, ez a könnyűzenézik. Hát de azt tudom be, hogy ez hogy ítél ennek, hogy ő jól gitározik. Hát úgy, hogy meghallgatom, megfogom, akkor fölkeresem a YouTube-on. A Cure-nak jobb a basszus. Én jazzisták között nőttem föl, ott volt egy pár jó. Én csak egy érzét tegyek föl, tehát ugye kijött ez a hír most az egészen közel múltban, hogy őt oda kinevezték, aztán a magyarázatban az derült ki, és ez nekem sok együtt, tehát, hogy őt ugyan a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának nevezték ki, de ő valójában nem a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lesz, ugyanazzal az egy kinevezéssel, hanem egy 6 múzeum összevonásából keletkező Széchenyi akárminek. Holding. Igen, de akkor tulajdonképpen azt nem értettem. Nem akármilyen 6 múzeum. És igen, magyarázza el nekem, hogy mibe került volna kinevezni a Magyar Nemzeti Múzeumban egy főigazgatót. Tekintettel arra, hogy lehet, hogy létrejön ez a holding, én még azt sem vitatom, hogy ez a Demeter Szilárd ehhez ért, vagy karizmája van hozzá, mitől már nem hiszem, de tételezzük fel, hogy van ilyen. Na, de addig is, amíg a holdingot bütyköli, mi nem lehetett a Magyar Nemzeti Múzeum élére egy olyan főigazgatót kinevezni, aki arra tudományosan, életpályája alapján méltó. Hát a Magyar Nemzeti Múzeum az nem egy ilyen szervezet, hogy azért vagyunk, hogy itt a főnök valamit bütyköljön más múzeumokkal. Hát itt van egy múzeum, aminek működni kell. A kettőt egyszer is ki lehetett volna nevezni, ennek a Széchenyi akárminek a főnökét, Demeter Szilárdot, meg a Magyar Nemzeti Múzeum az egy főigazgató. Én úgy érzem, hogy ez a Magyar Nemzeti Múzeum intézményének a
komolyan nem vételi. Nem mondod, Janó, tényleg? Hülyén haltak volna meg. Durva végszót, Sanyi. Egy. Egy. Nem akármilyen hat múzeumról van szó. Nem akármilyen hat múzeumról van szó. Janó, tudom, hogy baromi nehéz tudomásul venni, ezek nem azok, mint amire te képzeled őket, és ilyen hipotétisekből indult ki, hogy esetleg lehetne egy szakmai megfontolásuk. Amúgy meg azt látom, hogy bizony azért a rendszer intézményesen hülyül. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan figura, akivel egyébként, mint a Dajs Tamás fogja vezetni az uniós listáját ennek a Fidesznek, ami nem azért, mert én ezt leszarom, hogy ők hogy égetik magukat, de hogy engem is szarrá fog égetni Európa előtt, meg téged, meg téged, meg téged, meg ezt a nemzetet. És hogy a nemzet legfontosabb, azt hiszem, hat kulturális örökséget védő izét egy ilyen figurát fogja igazgatni, hát azért az egy rémdráma, hogy tovább tolják a nemzetet lassan, most már nem is tudom hova, a szörnyű középkorba. Rosszabb helyzetben, mint amikor a Habsburg volt, meg az oroszok megszálltak minket. De hát amúgy... Mert szellemileg nyíljuk kis hátunk. Dajcs Tamás vagy ránéznek majd az új Európa Parlamentben, ahogy jön, megy, intézkedik a hétköznapi dolgai, szóval azt fogják mondani, hogy hát nem fogja tudni elképzelni, hogy ez egy unortodox állam. Mert ez ennél szélsőségesebb Lipsi csávó, nem? Tehát, hogy milyen laza már, nem érted. Ne provokálj, ne provokálj. YouTube-on érdemes ránézni egy-két interjút. Egyébként egy súlyos káderhiány van. Igen. Ez mutatja, most már mindenkitől. Hát figyelj ide azért, hogy én is kádárrendszer, vagy a Rákosiznak ráadásul. A révai ehhez a palithoz képest, amit temetek. Tehát ugye mondjuk úgy, hogy az Orbán révaija, ahhoz a révaihoz képest, aki hozzá képest már a Demeterhez, persze sokan, mindegy, Demeter Szilárdhoz képest egy kulturális hérosz volt. Na, drága kedves nézőink, mert ma se lettünk vidámabbak. Volt, csak gonosz, így van. Ma se lettünk vidámabbak, de majd talán a jövő héten. Viszontlátásra.